Elgondolnia semmit. Dialógus dr. Habil Bohár András filozófussal, Heidegger, Platon, Timaiosza keret beszélgetése alapján. A lét, létünk értelmezésére irányuló kérdés, was ist sein? Előbb vagy utóbb mindenkinek fel kell tennie. Itt, ezen a földön. Nekem szülővárosomban, Miskolcon. Mindenképpen. Valójában nem tudjuk, hogy a lét mit is jelent. De ha rákérdezünk, was ist sein? Már benne tartjuk magunkat az ist megértésében, anélkül, hogy fogalmilag képesek lennénk rögzíteni azt, hogy mit is jelent. Ebben a helyzetben még azt a horizontot sem ismerjük, amely felől értelmét megragadhatnánk. Pontosan rögzíthetnénk. Semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacok, köréje gyűlnek szeliden, s nézik, nézik a csillagok. Tessék azt a semmit most valamivel behelyettesíteni, miközben én fát lábok. A semmi maga romlástól ment, helyet ad a mindeneknek, amik csak keletkeznek. Ő hozzá magához csak az érzékeléstől elvonatkoztatva, az okoskodásnak bizonyos fajtyú hajtása segítségével lehet eljutni, és így alig lehet róla valami megbízhatót, tudni. Miért van egyáltalán a létező? És miért nincs inkább a semmi? Ez a legfőbb heideggeri kérdés. Heidegger bevezetés a metafizikába. Először is a létesülő. Másodszor is azt, amiben a létesülő létesül, a médiumot, amelyben a létesülő beleképzi magát, amiből azután, miután létesült, kiáll. És azt, ahonnan a létesülő a hasonulás mértékét veszi, mert minden létesülő, ami valamivé válik, már előre példaképének veszi azt, amivé válik. Semmiben különöstől magát elkülönítő, a kitérő, amely így módon éppen valami más enged meg, valami másnak. Csinál
csinálja helyette, csinál helyet. Mint soha és sehol sem létező, úgy lepleződik le, mint az önmagát minden létezőtől megkülönböztető, amit a létnek nevezünk, amit a létnek nevezni merészelünk. Parmenidész kitétele, ami a kimondás és elgondolás számára létezik, annak lennie kell, kedves barátaim. A napnyugati gondolkodás számára mértékadó értelmezést ad Platon. Platon azt kívánja mondani, a létező és a lét különböző helyeken vannak, a létező és a lét különböző módon van elhelyezve. Tessék csak elgondolni, a gond és gondolat a magyar nyelvben tartalmilag és alaktanilag miért esik egybe? Miféle konstellációk ennek az okai? Bohár Andrással ezt kutattuk. És valami olyasmire jöttünk rá, hogy ennek mély történelmi okai vannak. A létező, melynek gond a léte. A semmi, ama semmitő nemje, és a differencia, ez semmitő nemje, nem egyfajta, ám mégis egy és ugyanaz. És pedig annak értelmében, ami a létező létének működésében összetartozik. Még egyszer, tánc, mese és reménység ígéretében fogadjuk. Azt a régit, az eleven biztos megoldást, magamat haláltalannál alulni. Kóstolja meg a világot, különleges szárnyi mondogatás. Mire száll a tehetség? Mikor tűnt el Európa? Sírjunk vagy nevessünk? Pillanatvilágot élünk. Megáll az óra, ma jövő van. Nem létezünk, a vas falai sírét repül. Itt minden jog küzdeni zseppénzért. Kelet-Európa, ha jó jegy, viharra. Divatját múlta a gondolatrendőrség, a veszély mindannyiunké. Meghatottan mosolyog túl minden reményen. Mit hoz a tehetség, drága barátom? Az olcsón fogyni, megfizethetetlen küldetés. Három lehetőség, napos oldal és rövid zárlat, szél, hajítva. Elkezdődik végre a szín változása. Amikor csönd, tükör által, arányi lány,
evil. Szép, részlet, természet éli.